rendőrkézen az emberölések gyanúsítottjai. Mint ismert, január 12-ére virradó éjjel megöltek egy hajléktalan életmódot folytató nőt Salgótarjánban. A gyilkossággal egy hajléktalan férfit, a 45 éves M. Szabolcsot gyanúsítják, akit még aznap őrizetbe is vettek a rendőrök. A férfi kihallgatása során beismerte tettét, sőt, egy másik gyilkosságot is bevallott. 2020. szeptemberében egy nőismerősével együtt úgy megvert egy 51 éves hajléktalan férfit, hogy az belehalt a sérülésekbe. Az említett nőt, az 50 éves V. Szilviát január 15-én vették őrizetbe az emberölés kapcsán. Azóta mindkét gyanúsítottat letartóztatták. Bár a befagyott vagy befagyottnak tűnő szabadvizek szinte csábítanak a csúszkálásra és egyéb jeges sportokra, mindez azonban számos veszélyt is rejt, ezért a balesetek elkerülése érdekében van néhány tanács, amelyeket érdemes megfogadnunk, mielőtt rámerészkednénk a jégre. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a szabadvizek jegein tartózkodni csak azokon a helyeken lehet, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetőleg csak akkor, amennyiben a jég kellő vastagságú, nem olvad, illetőleg nem mozog. Tilos szabadvizek jegein tartózkodni éjszaka, illetve korlátozott látási viszonyok között járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével, kikötők, valamint veszteglőhelyek területein, továbbá a folyók és azok mellékágain. A biztonságos téli kikapcsolódás érdekében kérjük, fogadják meg a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság tanácsait. Fontos, hogy egyedül ne tartózkodjunk a jégen, illetőleg ki kell emelni azt is, hogy mind a zsilipek, a források, illetőleg a lékek környékén a jégtakaró vastagsága vékonyabb lehet, ezért ott tartózkodni szintén életveszélyes lehet. Fontos azt is megjegyezni, hogy a sűrű hótakaró alatt szintén vékonyabb lehet a jégtakaró vastagsága, olvadáskor pedig a jég teherbíró képessége jelentősen csökkenhet. Beszakadás esetén fontos, hogy ne essünk pánikba, maradjunk nyugodtak és kerüljük a felesleges mozdulatokat. Fontos itt szintén azt is megjegyezni, hogy a mentést felkészületlenül ne kezdjük meg. Amennyiben beszakadás után partot értünk, akkor úgy abban az esetben menjünk meleg helyre, vegyük le a vizes ruháinkat, törölközzünk meg és igyunk egy forró italt. Nem csak a vizek, hanem az utak is veszélyesek lehetnek a téli időszakban. Éppen ezért a rendőrség ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy mindig az időjárási, a látási és útviszonyokhoz illően és mindenképpen megfelelő műszaki állapotú gépjárművel közlekedjünk. Mit is takar ez? Megfelelő gumiabroncsal, tehát téli gumiabroncsot használnak, amelyen a bordamélység is megfelelő mélységű és mintázatú. Nagyon fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a szélvédőket minden elindulás előtt tisztítsák meg a ráfagyott és a ráhullott csapadéktól. A szélvédők, illetve az oldalüvegek, a visszapillantó tükröknek a tisztasága alapvető fontosságú a közlekedés során. Nagyon fontos, hogy a gépjárművünkben mindig legyen jégkaparó, jégoldó spré, esetlegesen meleg takaró, meleg plét, hogyha hosszabb útra is indulunk. Ennek az időszaknak a jellegzetes két baleseti fajtája az úgynevezett pályaelhagyásos baleset, illetve a ráfutásos balesetek. A pályaelhagyásos baleseteknél a jármű letér a forgalmi sávból, és az út valamely részének ütközik. Ennek a baleseti típusnak a két bekövetkezésében szerepet játszik ugyanúgy a sebesség helytelen megválasztása, mint a nem megfelelő vezetés technika a vezetés során. A ráfutásos balesetek a nem megfelelő követési távolság tartása miatt következnek be, éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy tartsák be az úgynevezett két másodperces szabályt. A két másodperces szabály azt jelenti, hogy járművünk, amekkora sebességgel közlekedik, két másodperc alatt megtett távolságot kell számolni. Tehát ez 50 km/h sebességnél körülbelül 27 métert jelent, míg 90 km/h sebességnél körülbelül 50 méteres távolságot jelent. Felhívnánk a gyalogosok figyelmét is arra, hogy körültekintően és óvatosan közlekedjenek. Közlekedésük során az úttesten való áthaladáshoz elsősorban a kijelölt gyalogos átkelő helyeket vegyék igénybe. A gyalogosokra jellemző a téli időszakban, hogy sötét túnusú, sötét színű ruhákba közlekednek, tehát ezt hordják. Éppen ezért nagyon fontos, hogy lehetőség szerint láthatósági mellényt vagy láthatóságot elősegítő eszközöket viseljenek, hogy ezzel is jobban kitűnjenek a környezetükből. Hívnánk szintén a járművezetők figyelmét arra is, hogy az elkövetkező időszakban enyhülés várható az időjárásban. Tapasztalataink szerint ez azt jelenti, hogy felszabadultabban, könnyedebben vezetnek, és ilyenkor fordulnak elő sajnos a legtöbb közlekedési baleset itt Nógrád megyében is. Mindenféleképpen tartsuk be ezeket a szabályokat, tartsuk be a sebességhatárt, kössük be a biztonsági övet, és szeszesített fogyasztást követően ne üljünk a volán mögé, ne vezessünk. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kíván a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága.